kormányzat részére szeretnénk egy 500.000 forintos összegyűjtőt is, sőt, természet utaljuk majd ahol kérjétek is, használják ezt a felégészségre is, Második alkalommal lepte meg a kórházi dolgozókat a Ferropatent ZRT. A szekszárdi cég fogadással egybekötött ünnepséggel méltatta Tolna megye egészségügyi dolgozóit. A vállalat megköszönte a Bonyhádi, Dombóvári, Paksi és szekszárdi kórház alkalmazottjainak egész éves áldozatos munkáját. Szabó Sándor, a Ferropatent ZRT elnök vezérigazgatója úgy nyilatkozott. A köszönetnyilvánítás a házi orvosok, mentősök, rend és katasztrófavédelmi dolgozóknak is szól. A cégvezető és felesége ezért egy díszoklevélen kívül 1 millió forintot is adományozott a Tolna megyei Balassa János kórháznak. A Paksi, Bonyhádi és Dombóvári intézmények pedig 500-500 ezer forint támogatásban részesültek. Tettek érte, hogy te jó legyél, ahhoz, hogy egészséges legyél, és akkor ugye elhatároztam magamban, ha tehetem, akkor miért ne tennénk egy ilyen fogadás, miért ne adnánk egy ilyen délutánt, egy beszélgetéssel, egy kis elismeréssel, díjazzuk őket, mert megérdemlik. Horváth István, Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselője elmondta, a magyar egészségügyi dolgozók a koronavírus járvány ideje alatt elhivatottan végezték munkájukat, különösen igaz ez Tolna megye kórházaira. Minél többet kell az egészségügyért áldoznunk, és minél nagyobb hangsúlyal kell beszélnünk az egészségügyben dolgozókról. Köszönjük a munkájukat, és hát remélem, hogy a járványok azért elkerülnek bennünket, mert a legfontosabb a jó egészség, de viszont ha az egészségünkkel valami probléma van, akkor biztonságban lehetünk, hogy ilyen nagyszerű szakdolgozók és intézmények vannak mögöttünk. Horváth Kálmán kormány megbízott szerint egész évben értékelni és becsülni kell az egészségügyi dolgozók áldozatos munkáját, hiszen az ember csak tőlük várhatja a segítséget, ha kórházba kerül. Különös jelentősége van a Semmelweis napnak most, hiszen Semmelweis Ignác a 19. században egy hasonló jellegű tevékenységet hajtott végre, mint most. Ugye egy nagyon egyszerű dolgot feltalálta, a fertőtlenítéses kézmosást, és ezzel nagyon sok édesanyának mentette meg az életét, hiszen ők gyakorlatilag egy fertőzésben haltak. Nem a szülés miatt haltak meg, hanem egy fertőzésben. A Ferropatent ZRT vezetősége abban bízik, hogy kezdeményezésük további követőkre talál, és példaértékű lehet más cégek számára is.